A német család mintegy 200 hektáron gazdálkodik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pátyod határában. Területeik között van szántóföld, erdő és gyümölcsös is, éppen vilmos körtét szüretelnek. A gazdaság tulajdonosa helyesnek tartja a napokban bejelentett 350 ezer hektár állami föld értékesítését, ám szerinte ezzel kapcsolatban van még néhány kérdés, amit meg kellene fontolniuk a döntéshozóknak az eladás részleteinek kidolgozásakor. Nagyon helyesnek tartom. Én korábban is, mint a MAGOSZ egyik alapító tagja érdekképviselet, mi támogattuk, és most végső soron az ők javaslatokra volt ez, de vannak elvállásaink, meg voltak javaslataink is. Többek között az első, amit mostani információ alapján úgy gondolom, hogy azt át kell értékelni. Az első dolog az, hogy 50 hektárnál nagyobb területet nem kellene adni. Kettő, ez ennyi lenne, ennyivel egy fiatal gazda el tud indulni, kellene a családi gazdaságnak, főleg a fiataloknak. A második dolog, amit a fiatal szakemberek, akik most pályakezdők, vagy a fiatal gazda pályázatot nyertek, azokat előnybe kéne részesíteni. Nálunk a gazdaságban mindenkinek megvan a saját maga feladata. Én az adminisztrációs munkát végzem, az öcsém pedig, amint látszik, most éppen a silókukoricát tolja föl a halomba. Ez már egy újfehértói, több generációs családi gazdaság. Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkoznak. A család lehetőség szerint még vásárolna földet, hogy tovább erősítsék az egyre fejlődő gazdaságukat. Amennyiben lehetőségünk lenne, több területet is vásárolnánk, főként akkor, hogyha az a mi földterületeink mellett fekszik, mert ugye ezáltal táblásítani tudnánk, ami által sokkal hatékonyabbá válhatna maga a gazdaságunk. A kormány szándéka szerint csak helyben lakó földműves magyar állampolgár vásárolhat termőföldet, spekuláns az ország másik részéből érkező befektető vagy külföldi állampolgár nem. A földet bérlők pedig akkor élhetnek az elővásárlás lehetőségével, ha már 3 éve használják a területet, és a nyilvános árverésen kialakult árat megadják.